Hölgyek, uraim, addig hadd meséljem el az én problémámat, ha már itt állunk, kénytelenek vagyunk itt állni egymással szemben. Én is egy olyan devizahiteles vagyok, akit behúztak a csőbe. 2007-ben vettem fel hitelt, azt is megmondom önnek, körülbelül önöknek olyan 23 milliót. Kirúgtak a munkahelyemről, vállalkozást kellett, hogy elindítsak. Valamivel meg kell élni. Fölvettem a hitelt. 2007 óta folyamatosan fizetünk. Ez év elején kérdeztük a bankot, hogy körülbelül hol tartunk. Tehát a 23 millió valahány százezerből durván a felét olyan 11 milliót visszafizettünk 5 év alatt. Most azt mondta a bank, hogy ha vissza akarnánk fizetni a hitelt, akkor összesen körülbelül olyan 96 milliót kellene visszafizetnünk, ugye mínusz azt a 11 milliót, amit befizettünk. Gyakorlatilag látják önök is, hogy ez kifizethetetlen. Egyszerűen az eltelt idő alatt olyan mértékű kamat, költség, meg mi egyéb emelés történt, amit egy mezei halandó képtelen megtermelni. Még akkor is képtelen lenni kifizetni, hogyha csak a banknak tolnám be a pénzet. Éppen ezért arra jutottunk, hogy nincs értelme. Valamit fel kell adni, vagy az elveinket, vagy a házamat, ami jelzálog terhelt, vagy az életemet. Na most ehhez azért tudni kell, hogy arra a házra, amire mi jelzáloghitelként felvettük ezt a pénzösszeget, gyakorlatilag szerkezetkész állapottól a feleségem, én, illetve a barátaink építettük. Olyan szinten, csak egy apró szösszenet. A feleségem keverte a legjobb betont. Senki más nem tudott olyan jó betont keverni, mint ő. Én szereltem a villanyt, a csatornát, mindent a világon, amit el tudnak képzelni. Én autószerelő vagyok, kicsit távol áll tőlem ez a dolog, de nem annyira, ez is kétkezi munka. Csak érzékeltetem, hogy mikre képesek az idegen tulajdoni bankok, akik itt garázdálkodnak az országunkban, és mi hagyjuk. Ehhez képest, most már lejárt a 90 napot, gyakorlatilag túl vagyunk azon az időn, amikor a bank bármikor felmondhatja a szerződést. Ha felmondja a szerződést, akkor ugye a végrehajtási stádiumba kerülünk. Lehet, hogy holnap után önök az én házam előtt fognak állni, és azt a végrehajtót fogják védeni, amelyiket én nem fogom beengedni a házamba. Én ugyanis vallom azt, hogy az a ház az enyém, azért én megdolgoztam. Vallom azt, hogy azt a hitelt, amit én felvettem a jogos kamataival, azt kifizetem, törlesztem, de uzsora hitelt, tehát ötszörös összeget, az előbb elmondtam a paramétereket, én képtelen vagyok kifizetni, nem akarok és nem is tudok. Éppen ezért én azt tudom mondani önöknek, hogyha a holnap után szemben állunk, én az én házamba, az én területemre, az én telkemre embert be nem engedek, akit nem akarok. A telek határ számomra szent. Az az enyém, azt én kifizettem, azért én megdolgoztam. Oda csak az fog bejönni, akit én beengedek. Márpedig én senkit nem fogok beengedni. Nekem van egy íjam, vannak nyilvesszőim, más fegyverem nincs. Van egy asztalom, amit kirakok magam elé a teraszra, és hogyha valaki be akar jönni, bármilyen tudságos és kemény hangzik, valamelyikök ott marad. Vagy a végrehajtó, vagy a lakatos, aki föltöri a kerítésemet, de valaki ott marad. Úgyhogy arra kérem önöket, ha esetleg hozzám jönnek, ne jöjjenek, a végrehajtót tologassák maguk előtt, mert az én lelövöm. Ez olyan biztos, mint hogy én most itt állok. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Köszönöm.